jó estét kívánunk, folytatjuk a Mi Történetünk című magazinműsorunkat. Hatodik éve rendezik meg a Dobó István Vármúzeum szervezésében a Tarisznyavári Mulatságok elnevezésű családi programsorozatot. Idén Eger törökkori emlékei kerülnek a középpontba a T-örökség, azaz a Török Örökség címmel. Ringert Csabával, a Dobó István Vármúzeum igazgatójával beszélgetünk a szeptember 24-i szombati programról. Szia, köszöntünk a stúdióban! Szervusztok! Idén egy egerre különösen jellemző történelmi korszakot a török kort járják körül a té örökség, hogy Kinga is mondta, azaz török örökség címmel. Miben lesz ez így most más a programsorozat, hogy az előző évekhez képest, hogy ez a tematika most? Igen, ugye a kollégák mindig próbálnak valamilyen tematikát szervezni így az őszi program köré, ugye a tarisznyivári mulatságok egyébként népszerű a családok körében elsősorban, és most ugye hát a török kor, törökkori eger próbálják egy picit visszahozni, Jellemzően kézműves foglalkozásokkal, ugye lehet majd a várműhelyben, ugye ez a Dobó utca 12 alatt található, például talpas készíteni, ami klasszikusan egy, egy török kori jellegzetesség, vagy akár amuletet készíteni a gyerekeknek tűzománcból. És hát e, ilyen apróságokkal, ilyen kis kézműves foglalkozáskon keresztül bemutatják a kollégákat örökkort. Szurkot nem öntenek gondolom. Nem. <laughs> nem, 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 ők nem. E, és hát e, lesz még egy egész különleges program, azt gondolom, a után a fürdőromban is lesz egy vezetés amelyet Rákóczi Gergely régész kollégánk tart. Ugye nem messze van a Dobó utca 12-től a fürdőrum, ugye Egerbe kettő ilyen törökkori fürdőt ismerünk, a Valide Szultán a jelenleg a Dobó István Vármúzeum kezelésében van, és ez 13 órától lesz majd 24-én. Egyébként nyilván a programok a Várműhelyben egész nap látogathatók, majd is részt vehetnek rajta a családok, gyerekek. És milyen újkori mesterségekkel ismerkedhetnek majd meg a résztvevők? Hát ugye ö, elsősorban Csuhéból például készítenek különböző bábokat, tárgyakat, illetve hát maga a tűzománc mesterség az, amely, amely előkerül a, ezen a napon a várműhelyben. És főleg melyik korosztálynak ajánlottak ezek a programok meg kézműveskedések, hiszen azért de gondolom nem a legkisebbeknek. Én azt gondolom, hogy ez inkább családi jellegű program, tehát mi a családoknak javasoljuk, van olyan kisgyermek, aki már egész ügyes, akár óvodásként is, szóval nyugodtan látogatható óvodáskortól ez a program egészen a felnőtt korig. És közelebb lehet hozni a történelmet a 21. század gyermekének az ilyen típusú rendezvényekkel? Mi a tapasztalat? Én azt gondolom, hogy igen, tehát mindenképpen, hiszen a kollégák ilyenkor nem, amellett, hogy magára a tárgykészítésre koncentrálnak, mesélnek a, erről a korszakról, bemutatják a gyerekeknek, illetve a szülőknek ezt a korszakot, és hát ezen keresztül is egy kicsit úgy részeseivé válhatnak a múltnak, a történelemnek. És alkotókört is terveznek indítani heti rendszerességgel. Milyen, 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 foglalkozásokra várjátok majd az érdeklődőket? Igen, ugye gyakorlatilag a tarisznyavári mulatságok az egy folyamat, ugye egy folyamatos Tevékenységsorozat, sorozat, alkotó sorozat. Hát itt ugye ö, elsősorban 7-től 14 éves gyerekekre gondolunk az alkotó körben. Különböző tematika szerint ugye itt is előkerül majd a tűzzománc, előkerül a fazekasság, előkerül a kékfestés, tehát több olyan régi mesterség, amelyel egyébként korábban is megismerkedhettek a, a gyerekek a, a várműhelyben. Az október mindig mozgalmas a Vármúzeum életében. Milyen programokkal készültek most az Egrivár napjára például? Ugye most az Egrivár napja egyrészt mondhatjuk azt, hogy hogy azért is kiemelt rendezvény, mert ez igazából most egy rendezvénysorozattá vált. Ugye egészen október 12-13-ával, ahogy elkezdődik a Végvár konferencia, amely inkább ugye egy tudományos konferencia, október 14-én a Cifersándor Sándor Galériában nyitjuk az új kiállításunkat, ahol egyébként Székely Bertalan Egrinők című festménye is megjelenik majd és aztán ugye maga az október 17 e ahol kicsúcsosodik gyakorlatilag ez a rendezvénysorozat, és ez az október 17-e mindig egy ingyenes nap a, várban. Ugye azért is különleges most, mert először rendezi a vár a hatodikos gyerekek várjátékát. Ugye ez most elmaradt az elmúlt két esztendőben az ismert okok miatt, de ez körülbelül azt jelenti, hogy az összes hatodikos gyerekek ebből ellátogat hozzánk, és részt vesz ezen a programon, egész nap gyermekzsivajtól lesz hangos a vár. És hát emellett számtalan osztály bejelentkezett egyébként a, a programra. Úgyhogy jönnek hagyományozó csapatok is hozzánk, a bajvívó magyarok, vagy akár a vitézlőoskola, a saját vitézeink is egész nap szórakoztatják a, a gyerekeket, és hát dobókapitány ismét megjelenik Egerben, úgyhogy azt gondolom, hogy népes tábora lesz ennek a sokadalomnak. És 18-án egy egész különleges program lesz, amely, ha mondhatjuk, egy picit a jövőbetekintés, ugye most a 470. évfordulója van a az Egrivár diadalának, és hát az egri borászok 500 palack bikavért fognak befalazni a kazamatába október 18-án, amelyről csak annyit árulnék el, hogy ez 30 év múlva az 500. évfordulón lesz majd kibontva. Úgyhogy gyakorlatilag erről majd talán akkor a borászok fognak egy bővebb sajtótájékoztatót 30 tartani. Év múlva? Számolgattam, hogy, hogy hány évesen fogunk majd itt ülni akkor. És mennyi borászat fogott össze, azt lehet tudni? Ezt erő, ebben nem mennék nem, bele inkább, tehát én azt gondolom, hogy, a, a, hogy ez inkább csak ilyen csinálóként mondanám most el. Tehát egész október 18-ával gyakorlatilag azt gondolom, hogy megkoronázása az ünnepségnek a, a, a ez a program. Még a korosztályokra beszélgettünk arról, hogy családoknak ajánlott kimondottan, vagy a kisiskolások számára, de mi újság a középiskolásokkal, hogyha ne találtál oda merészkednek, vagy a szüleikkel tudják őket rángatni otthonról? Őket hogyan lehet megszólítani? Ugye az az érdekesség ebben, hogy a középiskolások, pont most, ahogy, ahogy ide ideérkeztem, előtte beszélgettem a kolléganővel, hogy például az egyik egri gimnáziumból, hat osztály jelentkezett be hozzánk október 15-ére a Gárdonyi Géza titokfejtő múzeumpedagógiai foglalkozásra. Ugye ezt sem szabad elfelejtenünk, hiszen az ősz folyamán Végig megy a Gárdonyi 100-hoz kapcsolódó programsorozatunk, amelynek az egyik ilyen ikonikus eleme az a titokfejtő múzeumpedagógiai foglalkozás, amely a titkosírás megfejtésével együtt kell, hogy <laughs> történjen. És hát ezt mi elsősorban a középiskolás diákoknak ajánljuk. Tehát vannak olyan múzeumpedagógiai foglalkozásaink, amelyeket kifejezetten őnek szánunk tájékozódjanak, én azt kérem a honlapunkon, mert tényleg nagyon sok ilyen jellegű program van, illetve hát az előbb említett tárgyalkotó foglalkozások is azért azt gondolom, hogy megtalálható középiskolai szinten is. És hát az október 17-e, az EGDIVÁR napja, az, az természetesen nem csak a hatodikosokról szól, tehát ott oda nagyon sokan érkeznek középiskolai diákok is. És a kicsikre is gondoltatok, mert egy rajzpályázatot is hirdettetek, igaz? Így van, hát ez a tradicionális népmese rajzpályázatunk, ugye, amely természetesen idén ugye Gárdonyi Gézához kapcsolódik, és hát a mesékhez kapcsolódik, úgyhogy erre várjuk továbbra is a, a pályaműveket. Nagyon népszerű szokott lenni, október 17-én lesz egyébként ennek is az eredményhirdetése, és hát közel 400 pályamű szokott érkezni erre, úgyhogy nehéz dolga van a kollégáknak. És egy kis kiállítást is rendezünk ezeknek a rajz, ezekből a rajzokból. És akkor, ha már említetted a Gárdonyi emlékévet, itt még milyen programokkal készültök? Ugye folyamatosak ezek a múzeumpedagógiai foglalkozásaink is. Hát most terveink szerint, ugye, bár ez természetesen az önkormányzattal együtt, illetve az együttműködő kulturális intézményekkel együtt képviseljük, hogy szeretnénk Gárdonyi Géza halálához kapcsolódóan egy olyan napot tartani, ami megfelelőképpen zárása lehet ennek az emlékévnek, vagy legalábbis egy ilyen lecsengést adhat. És hát ugye Gárdonyi Géza halálának a századik évfordulója kereken ugye október 30-a, amely pont egy vasárnapi nap, és úgy gondoljuk, hogy ezen a napon tervezzük az emlékhely, illetve hát a síremléknek a koszorúzását is, amely egyébként abban a szempontból is különleges, hiszen a nemzeti sírkertnek része egyébként az a síremlék. Tehát bár nem a úti temetőben van, hanem az Egri Várban, egy nemzeti emlékhelyen, de, de a Magyarország kormány egyébként kiemelten kezeli ezt a sírhelyet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek megfelelően méltóan kell megünnepelnünk ezt a jeles évfordulót, és hát az egész nap erről fog szólni, akár úgy is, hogy szeretnénk a, a nagykönyvet bemutatni, ugye, amely a Bródi Sándor megyei könyvtárral közösen készül, illetve az ő mentorálásukkal együtt készül, Reméljük, hogy addigra nyomda kész állapotban lesz, illetve hát a nyomda kiadja, és ténylegesen be tudjuk mutatni, illetve hát egész nap lesznek foglalkozások ekkor is a Gárdonyi házban, és ha minden igaz, akkor a színház is ugye bekapcsolódik egy esti programmal ezen a napon, úgyhogy ezt tervezzük így ilyen lezárásképpen. És a rendezvényekről hol lehet tájékozódni, akinek felkeltettük az érdeklődését? Igen, az egrivár.hu Oldalon, illetve hát van két Facebook oldalunk is, ugye a Dobó István Vármúzeum és az Egri Vár Facebook oldala. A nagyon jó őszi programozást kívánunk nektek, lesz mit csinálni. Igen, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltál.